Kicsit beteg vagyok, úgyhogy olyan lesz a hangom, amilyen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó barangolás videó lesz, de nem Európa, nem Amerika, és nem is Ázsia, hanem igen, Afrika. Elkezdünk barangolni Afrikában is. Amiért teljes mértékben ezt itt hibáztatom a Books Flying Around csatornáról. Oké, szóval igen, elindul ezennel a barangolás Afrikában is. Videó szinten nem tudok hozzá csinálni kihívást, mert ütközik másikkal, mindegy, hagyjuk a részleteket. A lényeg, hogy ehhez se lesz, úgyhogy csak az amerikai meg az európai majos kihívás az, ami életképes. Az, ami életképes, és el tudom indítani, más nem enged nekem a moly. Én meg nem akarok erről vitázni, mert nincs hozzá felesleges energiám. Szóval, a barangolás Afrikában egy nigériai könyvvel indítom el. Mégpedig ez nem más, mint a Remote Control Nnedi Okorafortól, és nagyon remélem, hogy jól mondtam a szerző nevét, így mondták kb. A hangos könyvben. Direkt meghallgattam most az előbb, úgyhogy remélem jól mondtam. Na most ennek az a sztoria, hogy én eredetileg a szerzőtől, mert hogy tőle kb. Amit szerintem itthon legjobban lehet ismerni, csak lenémítom a telefonomat, az a Halál megvető. Na most a Halál megvető az olyan, hogy abból attól az ember a kardjába dől, és Eszti azt mondta, hogy inkább olvassam el ezt, a Remote Control-t, mert ettől nem fogok a kardomba dőlni, ráadásul ez egy kis regény, tehát papír alapon olyan 160 oldal körül van, hangos könyvben fenn van, scriptben úgy meg 4-4 és fél óra körül mozgott. Úgyhogy igen, inkább ezt olvastam el, mint a Halál megvetőt, mert mondom, az csak jó, ha nem akarok a kardomba dőlni, mármint egyszer majd lehet elolvasom azt is, csak alapvetően nem szeretek olyan könyveket olvasni, amitől a kardomba fogok dőlni. Márpedig a barangolásokhoz nagyon sok ilyet szedtem össze, úgyhogy főleg az ázsiai részhez nagyon sok olyan könyvem van, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Szóval igen, szóval végül is Nnedi Okorafortól ezt a könyvet olvastam most. Ennek a története az az, hogy a főszereplőnk, nézőpont karakterünk az Fatima per Sankofa, azért, mert egy ponton nevet vált a kislány, egy kislány követünk, igen, és az benne a különleges, hogy hát azt mondják, hogy ő a halál adoptált lánya. Most a valóságban az történik, hogy Fatima talál egy ilyen kis magot, ilyen tojás alakú magot körülbelül, nehezen tudtam elképzelni, hogy miről van szó. Ez így lepottyan az égből, ő ezt így megtalálja, és valahogy emiatt a kis magocska miatt neki lesz egy különleges ereje, ha ezt így lehet mondani. A lényeg az, hogy lesz egy ilyen képessége, amivel embereket tud. Nem csak embereket, hanem amivel el tudja venni az életet. Így mondom, talán így a legjobb megfogalmazni ezt az egészet. Mindeközben pedig zölden ragyog. Ponton ő ezt a magot keresi, vagy hát nagyjából arról szól a történet, hogy így megy utána, ezután a mag után, és keresi. Hát ha az válaszokat ad arra, hogy mi történt vele, mert igazából ő se tudja, hogy mi történt vele, csak egyik nap történik egy baleset, és utána az egész élete fenekestül fölfordul. Nagyjából ez egy rövid könyvről beszélünk, tehát nehéz részleteibe menni, de nagyon tudtam volna még tovább nem olvasni, de hallgatni magát a könyvet. Viszont van egy nagyon bedesz záró mondata, befejezése, utolsó jelenete, az ilyen zseniál, az nagyon-nagyon ütött. Azt tudni kell erről a könyvről, hogy a hangos könyv verzióját erős akcentussal olvasták föl. Mármint alapvetően a folyószöveg részét nem, a párbeszédeknél viszont a narrátor alakította az akcentusát a könyvben szereplő emberekéhez. És bizony voltak pontok, ahol így ültem, és így hiába tekertem vissza 3-szor, 4-szer, 5-szer, 6-szor a hangos könyvet, egyszerűen nem tudtam kivenni egyes szavakat.
Viszont alapvetően én úgy gondolom, hogy ezt a könyvet egyrészt érdemes lenne nekem legalábbis tutira újraolvasnom, akár papír alapon, akár e-könyvben, valamelyik a kettő közül, hogy jobban átlássam, esetleg más rétegeit észrevegyem. Egy, kettő, egészen biztos vagyok benne, hogy kulturális szinten is művelhetném még magam, hogy sokkal jobban megértsem ezt a történetet. Ettől függetlenül baromi jó könyv volt, tehát mostában egyre többet mondom azt, hogy baromi. Szóval nagyon jó könyv volt, nagyon érdekes sztori, tényleg olvastam volna még tovább, nagyon tetszett az írónő stílusa is, még úgy is, hogy nem mindig értettem, miről van, mármint úgy nem értettem, hogy miről van szó, hogy nem értettem ki a hangos könyvből. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végül ezt választottam, és tényleg ettől nem akartam a kardomba dőlni. Nem mondom, hogy egy kifejezetten felemelő olvasmányélmény volt, mert azért voltak benne durva részek, de jó volt. És egyébként ne tévesszem meg senkit, gyermek főszereplőnk van benne, de ez nagyon nem gyerekkönyv. És majd Esztivel el kell beszélgetnem erről a könyvről mindenképpen, meg az afrofuturizmusról is, hogy okosabb legyek. Egyébként az írónőről azt elolvastam Wikipédián, gyorsban átnéztem, tehát ő kinszületett az államokban, viszont a szülei azok Amerikába mentek tanulni, és aztán Wikipédiáról olvastam, szóval hogyha valami pontatlan info, akkor elnézést. Csak hogy nem tudtak visszamenni a valami polgárháború miatt, egy polgárháború miatt, és ezért a lányok kinszületett, de hogy nyilvánvalóan erős nigériai gyökrei vannak, tehát úgy is van, hogy nigériai-amerikai szerző. Egyébként annyira tetszik ennek a könyvnek a borítója, de be lesz úgyis vágva, de hogy olyan szép zöld. És annyira tetszik, és nagyon érdekes könyv volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy végül ezt így elolvastam, mert igazából azóta, hogy ezt mondta, és elmentettem scripten, és ott volt, és láttam, hogy rövid, tehát ilyen másfél buszút alatt ki lehet hallgatni, mondom. Nem, Matilda, tudod, van három másik barangolásod, amit csinálni kéne, de aztán csak ezt hallgattam végül, mert ehhez volt kedvem, úgyhogy itt vagyunk egy negyedik barangolás elindulásával is. Megtörtént, most már nincs visszaút, viszont nagyon jó könyv volt, úgyhogy abszolút megérte. És ismét bebizonyosult, hogy Esztire bizony hallgatni kell könyvajánlások terén. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!